Kiskorszakok, korszakok, nagy korszakok, az idő és a műtárgy. Előadta dr. Aknai Tamás. Nagyon izgalmas és több kort átélő, kendőzetlen megfogalmazások a művészet történész által. Rengeteg a tudásunk a múltról, noha ez a tudás fenyegetve van politikai szempontokkal és, és egyszerűen fiziológiai okok miatt is, az ember felejt a művészettörténet ténytudomány végeredményben, és a ténytudományok többsége rá van szorulva arra, hogy osztályozzon, rendszereket hozzon létre. A 19. század a nagy osztályozások évszázada volt a művészet történet tudománya számára a nagy korszakokat végeredményben a 19. század fizikai lehetőségei teremtették meg. Azt tudnilik, hogy bejártuk a világot, és szembe találkoztunk a centrumok és a perifériák sokaságával, és ezek új rendszereket követeltek megfogalmazni, és létrejöttek az időben is, és a térben is rendszerek. A művészet történészek a 19. század végétől különböző korstílusokat társítottak az európai középkorhoz és újkorhoz, melyeket a formai különbségek figyelembevételével tettek. Ezek a korszakok magukról tudták, hogy micsodák a reneszánsz Vatocsentójának és Sínpecsentójának emberei pontosan tudták, hogy hova tartoznak a térben és az időben. Csak az utána következő nemzedékek számára tolult egymásra az a sokféle egymástól jól megkülönböztethető idea és kreáció, amit a művészettörténet a maga tartalmának mond. Tehát a a 19. század megpróbált világosabban látni az időben, vagyis rávilágítani arra a tényre, hogy az ember története az időben játszódik le, és a művészet a maga alkotásain keresztül ennek az időnek a történelmi dokumentációja. Jelenre vonatkoztatva ugyan a rendszeralkotás sokkal nehezebb, mert hiszen egyre bonyolultabb összefüggések elé állít bennünket ez a most már bátran mondhatjuk globális valóság, aminek tükörképe a globálisan érvényes művészettörténet. Tehát, amit New Yorkban kitalálnak ma reggel, az Honoluluban ma délben már érvényes lesz, és Szidniben estére már aktuális irányzat lesz. Tehát rettentően felgyorsultak az események, ráadásul soha, nem volt mértékben befolyásolja a, a művészeti alkotás mozgás terét a, a, piac. A kommunikáció egyik legfontosabb hajtóereje a piac érvényesülés, a sikerképesség, és ez már emberi dimenziókat érint, a sikerképesség, mint hajtóerő, a piaci siker, mint hajtóerő, csak más-más dimenzió számára érvényesebb. Szóval itt most valóban keveredik a kortás művészet pozícióiból kiinduló szemlélődés. Én szeretném a port kortás művészet bizonyos tényeinek, vagy markánsabb mutatványainak az irányából megvizsgálni a múltat. Mi az érvényes a jelen számára a múltból, és a múltban mi lehetett az a mozzanat, amely talán, Fantáziaterméknek, talán futurisztikus elképzelésnek számított, de létezett, és amire nekünk úgy kell ránézni, mint, mint boldog elődünkre. A művészet egy nagyon csodálatos dolog. A modern művészetnek olyan, olyan alváltozatait, mint amilyenek a konceptuális művészetnek bizonyos tájban, bizonyos szövegekkel, stb. lejátszódó eseményeit, az üzenet érték. Az üzenet az mindig is rejtve van a, a művészetben. A művészeti üzenet, vagy a, vagy a, személyes üzenet, vagy a, vagy a a lelemény megvalósítása során érzett örömérzés, ezek mind üzenet, üzenetértékű jelzések, és ezek a műalkotásokban többnyire benne vannak. Vannak teljesen hidegek, és történelemtől ezárkózó ez próbálkozások, az időtlent megcélozva, és vannak az időhöz tökéletesen kötött és rendkívül pillanatnyi érvényességűnek tetsző vállalkozások is. A művészetben nagyon sok minden van, és én ezekre a a különböző értelmezési lehetőségekre hívnám föl itt a, a figyelmet. Néhány nagyon reprezentatív mintát hozok itt elő a globális szemléletekre ma és a globális szemléletre mondjuk a 12. században, amikor természetesen egy. egy egy vallásos és egyháza által stilizált világképben, vagy annak keretei között jelenik meg az ábrázolás. De van hasonlóság, van van rengeteg irónia, ahogyan bizonyos korszakok önmagukat értékelik, és van irónia abban is, ahogyan bizonyos korszakok más korszakokat értékelnek. Én kiválasztok a 19. század legvégéről néhány képet, amelyek, amelyek kicsit kaput nyitnak mondjuk a, a pornográfia felé, vagy a, vagy a gicses idillek felé, és társítok hozzájuk néhány mai egyetemistának a, a megjegyzéseiből. Hogyan értelmezik az első pillantásra ezeket a műalkotásokat, és hogyan nevezik el Cuncinak a főszereplőt, és, és különféle kontenteket fogalmazhatnak a Facebook bejegyzések számára bizonyos képek alapján. Olyan szavak, olyan értelmezési keretek és formák, olyan buborékok, amelyeket a korszak maga soha nem használhatott. Nekem is egy nagy kísérlet ez, hogyan lehet a jelenből, nagy magasságból, Ránézni mindarra, ami mondjuk az időszámításunk előtti 10. században történt. A félreértések elkerülhetetlenek a művészetekben is félreértések a leggyümölcsözőbb fogalmi kategóriákhoz juttatnak el bennünket, és bebizonyosodott, hogy a művészet történetben, a művészeti alkotásokban a személyes értelmezés az alkotó szempontjából igen sokszor félreértelmezés. És mégis érvényes, hiszen valaki valamilyen szenzuális és valamilyen elmetelékenység eredményeképpen létrehozta ezeket, és ezeknek az érvényét ilyen módon alig tagadhatjuk.